Törvényesítette az ecuadori alkotmánybíróság az azonos nemű párok házasságát. Ezzel Ecuador a latin-amerikai térségben ötödikként legalizálta a melegházasságokat. Az élettársi viszony egy évtizede már engedélyezett volt a dél-amerikai országban, de az élettársi viszony korlátozottabb jogokat biztosított az öröklés, illetve az ingatlan jogok területén. A 9 fős bírói testület szerdai döntését évekig tartó jogi csata előzte meg, melyet meleg párok és meleg jogi aktivisták indítottak. Ecuador ma egyenlőségre törekvőbb és igazságosabb hely, mint tegnap volt. Ez a küzdelem 6 évig tartott. A partneremmel, Gabi Correával indítottuk a pert 2013. augusztus 5-én. Az alkotmánybíróság a döntést követően határozatban utasította a törvényhozást, hogy biztosítson egyenlő bánásmódot mindenki számára a családjog területén. A mai az ünneplés napja Ecuadorban. Az országban, ahol képesek voltunk elérni az egyenlőséget, nincsenek szavaim, egyszerűen csak boldog vagyok, mondta az Ecuadori Egyenlőség Alapítvány nevű LMBT jogvédő szervezet elnöke, aki újságírók előtt azonnal be is jelentette, hogy partnerével már elkezdték az esküvő szervezését.